Köszöntöm a Pécsi körnézőit. Lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! 25 éves a festő és szobrász képzés. Ünnepi tárlat a Nádor Galériában Pécsen. Táncoktatás, bemutatók, bál. Így telt a 4. Pécsi Nemzetközi Tangó Ünnep. Laufer 65 per 43. Laufer László fotóriporter születésnapi tárlata az Apácai Galériában. Idősek világnapja. Koncerttel, színes műsorral köszöntötték az időseket Pécsen. 25 éves a festő és szobrász képzés. Ezzel a címmel nyílt meg a PTM művészeti karán végzett művészek kiállítása. A nagyszabású tárlatnak a Nádor Galéria adott otthont Pécsen. Az itt látható képek, szobrok a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán végzett művészek alkotásai. Olyanoké, akik korábban, akár 25 éve, és olyanoké, akik később végeztek, tanultak, tanítanak. Zalaegerszegen született, de Pécsen él és dolgozik Szent Gróti Dávid. Friss munkát akart kiállítani, olyat, ami jellemző rá, olyat, ami megjeleníti a személyiségét és a művészeti kar egymáshoz való viszonyát, a pécsi művészet szellemiségéhez való kapcsolatát. Tolvaj Ernő tanítványa volt. 1999-ben az első osztályban kezdtem, az első festő osztályban itt, hogy tényleg 25 éve kezdtem itt a festőszakon a tanulmányaimat, és itt ismertem meg a pécsi iskolát, úgymond, a pécsi modernizmust, aminek egyrészt a szín nagyon fontos eleme, a gesztus és a geometria vagy a szabályosság, és az én festményemben ezt a kettőséget, a szabályos és a szabálytalan gesztusok kettősségét ötvözöm, ezért éreztem jellemzőnek akár az egyetemre, vagy az én festészetemre. Tanulmányaim után én itt maradtam Pécsen, itt dolgozom, élek, és a művészeti tevékenységemet is itt folytatom, és vállaltan a pécsi hagyományokat próbálom folytatni, azokra reflektálni, akár azokkal vitatkozni, tehát én aktuálisnak, meg érvényesnek tartom ezeket, nem csak helyileg, hanem globálisan is ezeket a művészeti eredményeket, meg kérdéseket. Szerintem fontos az, hogy a nagyvilágba eljut egy művész, hogy ezeket a lokális értékeket is képviselje. Kapcsolatom elég sokáig megmaradt az egyetemmel, mert utána a doktori képzésben is részt vettem, meg a pedagógiai képzésben is. Azóta a Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanítok, a diploma óta. Tehát a pécsiség, meg a Pécsi Egyetem azóta is fontos, vagy közel állom. Akár azt mondhatom, hogy egy ilyen család, vagy közel álló embereknek a közösségét jelenti a számomra. Ebben a történetben élek, amit az egyetem első hetében valójában elkezdtem. Fiatalemberként, 19 évesen kerültem ide. Egyrészt tényleg a mesterem, nagyon fontos Tolvaj Ernőt megemlíteni, de az egész pécsi iskolát, a pécsi hagyományt, a Lantos iskolát, Keserónát, vagy ahogyan ez az egyetem kialakult, a mesteriskolát, amiből a doktoriskolát. Tehát ez tényleg egy közösséget jelentett, és én azóta is tartom a kapcsolatot a csoporttársaimmal vagy kollégáimmal. Pál Zoltán Munkácsi díjas szobrászművész volt egykoron a szobrászak megalapítója. Egy fontos időszak volt akkor, hiszen léteztek az alkotótelepek, mondja. A Siklósi Kerámia Szimpózion, a Villányi Szoborpark,
és a szoborparkban létrejött a mesteriskola tulajdonképpen, ami elkezdte a legitimációját annak, hogy a tanárképző az átalakuljon, bekerüljön az egyetemre, tehát bekerüljön ebbe az intézményrendszerbe, és akkor a Rétfalvi hívott be engem ebbe a kísérletbe kvázi, és a Rókus utcában ott csináltuk meg az első kísérleti szobrász műhelyet, aztán itt volt egy jó kiállításunk a Pécsi Galériában. Ezek ma már valóban az a generáció, akit itt fiatalon emlékezik erre a 25 évre, Mikia Gábor, Nyári Zsolt, hadd ne soroljam tovább, Péter is, én vittem először külföldre, Linda Brumba szimpozióra, tehát ez egy hihetetlenül izgalmas történet volt, és nagyon nagy öröm, hogy valahogy bekerült az egyetemre, tehát hogy ilyen legitimációt kapott, hogy bekerült a felsőoktatásba. Pécs és a régió komoly művészeti tradíciókkal rendelkezik. Ezen belül is a képzőművészet nagyon erősen jelen volt mindig a térségben, a városon belül. Ez az a közeg, amely lehetővé tette, hogy létrejöhessen a művészeti kar, mondja Lengyel Péter, a kar dékánya, szobrászművész. A középfok után egy felsőfokú művészeti képzés is legyen a városban, hogy 96-ban létrejöjjön a művészeti kar, és aztán ezt követően 99-ben elsőként vidéken akreditáltassunk művészeti képzéseket, hiszen korábban csak a budapesti szakegyetemeken volt művészképzés, vidéken tanárképzések folytak. Ugye ez egy óriási lépés. A legfontosabb talán az volt a kezdetektől fogva, hogy mi nem Budapesttel szemben kívántunk művészeti iskolát alapítani, hanem Budapest mellett méltó szakmai alternatívát nyújtva azon fiatalok számára, akik művészetet szeretnének tanulni. És azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évnek a talán legfontosabb tanulság, hogy e tekintetben abszolút helyt állt a művészeti kar, és ma már olyan teljesítményeket tudunk fölmutatni, amely nem csak országosan, hanem azt gondolom, hogy világ sok pontján megállnak a helyüket. A 25 éves festő és szobrászképzés elnevezésű kiállítás anyaga meghatározott tematika szerint állt össze. Az az a koncepció, hogy a két tantestület javaslatot tesz azon fiatal volt hallgatóink, pályán maradt volt hallgatóink közül, akik hát olyan szakmai teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban, mint pályakezdő fiatal művészek, amelyek azt gondoljuk, hogy méltó a bemutatásra, őket megszólítottuk, mindenki küldött, javasolt, ajánlott munkákat, és aztán a kollégák azok, akik kiválasztották azokat a munkákat, amelyekből tulajdonképpen összeállt ez a kiállítás. A kiállítást Várkonyi György művészettörténész nyitotta meg a Pécsi Nádor Galériában. Immár negyedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi tangó ünnepet Pécsen. Stábunkkal a tangó stílusok bemutatójára látogattunk el a Zsolnai negyed E78-as koncerttermébe, ahol a nézők 4 különböző variációval ismerkedhettek. A tangó, mint műfaj, sokáig tiltott volt Pécs városában. P. Horváth Tamás, író, kulturális bizottsági elnök volt, aki 4 évvel ezelőtt meghozta a városunkba ezt a tánc és zene műfajt. Ennek történetéről mesélt. Ez egy nagyon érdekes történet. Ugye én regényíró vagyok, és az Öt Torony című könyvembe kutatások közben derült ki, hogy 22-ben a rendőrkapitányság és a városháza betiltotta a tangót, a táncot és a zenét is. És a könyvembe beleírtam egy születésnapi mulatságot a Szikorszki szőlőbe, ahol természetesen tangóznak, mert a pécsiek akkor sem voltak annyira szabálykövetők. És ott fogalmaztam meg azt, hogy nem a tangó, meg nem a zene, főleg a tangó, ugye, ami a kölcsönös tisztelet és szeretetnek egy ilyen jelképe, nem az a bűnös, hanem a háború és az erőszak. Na, ezt a mondatot a Méhes Károly nevű barátom kiszúrta a könyvbe, és az volt az első kérdés, hogy vajon ezt föloldották ezt a tiltást? És megkérdeztük a jegyzőurat, a jegyző úr közölte, hogy nem.
Nyilván volt egy ilyen semmiségi törvény a háború után, de ezt a törvényt, vagy ezt a rendeletet, ezt nem adották föl hivatalosan. Úgyhogy akkor ezt a geget találtuk ki, hogy én beadtam a Városházán egy határozati javaslatot, hogy oldjuk föl a tangó tilalmat Pécsen végre, és pont a 100. évfordulón. Úgyhogy a közgyűlés egyhangulag elfogadta, és akkor meghívtuk az akkori argentin nagykövetet, a Patino Mayer urat, aki a polgármesterrel együtt aláírta egy dokumentumot, hogy Pécsen innentől szabad a tangó, és soha többet nem lesz betiltva. A 4 napos rendezvénysorozat alkalmával színes programokkal készültek az érdeklődőknek. Szeptember 28-án délután tangó stílusok bemutatójára látogathatott el a közönség a Zsolnai negyed E78-as koncerttermébe. A tangó stílusok bemutatása, többféle stílus létezik a tangóban, az egész úgymond kezdetleges stílustól egészen az európai kifinomult stílusig. Lesz egy Encoretos nevű 50 perces előadása a Pesti Tangó Színháznak, és utána pedig egy gyönyörű bál veszi kezdetét. 4 különböző tangó stílussal ismerkedhettek az egybegyűltek, amelyeket az argentin nagykövetség táncosai mutattak be magas színvonalon. Az egyórás előadás alatt a nézők színes, változatos improvizációkat láthattak. A kedzsenge az a tangónak a kezdetleges, igazi előfutára igazából. Létezik valsz, ami inkább egy ilyen keringőhöz hasonlatos. Van a milonga, az egy ilyen temperamentumos és gyors, nagyon vidám tánc, és az európai füleknek már kicsit befogadhatóbb a nuevo tangó. Kedves meghívott pesti tanáraim mutatják be. A tangó sokszínűsége miatt mindenkinek talán van egy kicsit kedvence, és lehetőségeket kaptak arra, hogy az ő kedvencüket képviseljék. Az idei évben egy különlegességgel is készültek a szervezők, ugyanis a Vakok és Gyengén Látók Szövetségével dolgoztak együtt, így számukra speciális tangóoktatást nyújtottak, mondta P. Horváth Tamás. Az idei fesztiválnak az is az érdekessége, hogy a Vakok és Gyengéllátók Szövetsége elfogadta a meghívásunkat, és számukra egy speciális tangó oktatást tartunk. Éppen most zajlik fölöttünk a Panoráma terembe. Sajnos az eső miatt nem jött el mindenki, aki mondta, de így is elég sokan vannak, és ez egy külön program nekik, és ez marad is, tehát hogy folytatódni fog. És a másik különlegessége pedig a fesztiválnak, hogy mennyire beépült már a pécsi szövetbe, hogy az argentin világbajnok páros is elfogadta a meghívásunkat, és egy fantasztikus bemutatót tartottak, és fognak is tartani ma este. Tánc közben jobban figyelünk egymásra, lelassulunk ebben a pörgő világban, megnyugszik a lelkünk, ezért fontosak ezek a rendezvények, mondta Pintér Tünde. Szerencsére ezt az érdeklődők is így gondolják, hiszen minden programmal szép számmal érkeztek a hétvégén. Igazából én nagyon beleszerettem a tangóba, mert sokkal több, mint tánc. Én egy kicsit ilyen spirituális töltetet is látok benne. A mai igazából elvadult világban, hogy annyira nem töltünk időt az egymásra figyeléssel, ez most egy kicsit így visszahozza ez a tangó. Amikor egy-egy órát vagy másfél órát tangótanulással töltünk, akkor megtanulunk újból egymásra figyelni, és szerintem ez a mai világban egy nagy kincs. 4 év alatt sikerült a városban népszerűsíteni ezt a műfajt, megalakult az első tangótánciskola is. Az érdeklődés miatt a szervezők szeretnék a tangó ünnep hagyományát a következő évekre is továbbvinni. Laufer László fotóriportár születésnapi tárlata nyílt meg a Pécsi Kulturális Központ Apácai Galériájában. A Laufer 65/43 elnevezésű fotótárlat a szakember születésnapját és a Dunántúli Naplónál eltöltött 43 évét jelzi.
Mintegy 600 fotóból válogatták ezt a kiállítást, amely Laufer László munkásságát, hivatását fémjelzi. A fotóriporter 65 éves, életéből 43-at a Dunántúli Naplónál dolgozott. Erre a műfajra születni kell, mondják, ő pedig erre született. A leírhatatlanul sok élmény, élethelyzet, azonnali reagálás, jó szem, gondolat megvolt és megvan nála csak úgy, mint a végtelen türelem. 40 évig dolgoztam, az első 3 évben képtávírókezelő voltam, fotolaboráns voltam, azután az újságíróiskolán végeztem a fotóriporteri szakot, és 1984-ben jöttem haza, tehát 84 óta vagyok fotóriporter. 84 májusában kaptam a diplomámat, és akkor lettem fotóriporter, és csak egy adalék hozzá, hogy mennyivel másabb volt akkor a szakma, mennyivel másabb volt dolgozni, hogy én a diplomaosztómon tegeződtem össze az akkori főszerkesztőmmel. Addig szigorúan magáztuk egymást, mit szigorúan bácsival. Október 1-től nyugdíjas, több ezer felvétele van otthon, 15 évvel ezelőtt elkezdte digitalizálni a legrégebbi filmtekercseket. Ez azt jelenti, hogy minden filmkockája megvan digitálisan. Ez a kiállítás, amit itt a Pécsi Kulturális Központ Apácai Galériában létrehoztak számára, egy meglepetés kiállítás. Egy Tomisa Sándor nevű barátomnak az ötlete volt. Ővel csináltunk itt a nevelési központban már két bemutatót, részben a rendőrökről, a Baranya megyei rendőrökről, részben a pécsi laktanyákról. Ő egy nyugdíjas katonatisztát, neki ezek a kiállítások közel álltak, ő szervezte meg, és múlt héten pénteken értesültem róla. Tavaly nyáron jött az ötletük, hogy csináljanak nekem egy ilyen kiállítást, évvégén álltak neki szervezni. Engem valamikor a nyáron kerestek meg, hogy azért, ha már meglepetés kiállítás lesz, akkor szeretnének kérni tőlem képeket. És akkor végül is valamikor a nyáron átadtam nekik egy pendrive-on 600 képet az elmúlt 41-2 évemből, és teljesen rájuk bíztam a válogatást, és most néztem végig az anyagot, nagyon, nagyon jól válogatott a Tomisa Sanyi, illetve itt a nevelési központnak a munkatársa, Vikár Csaba. A válogatásban fekete-fehér képek csak úgy láthatók, mint színes felvételek. A 80-as években hazai, illetve kelet-német gyártmányú filmekre dolgoztak. Ma már világszínvonalú gépekkel folyik a munka. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor ugye egyértelműen fekete-fehér jelent meg az újság. 1981-82-83-ban még az idősebbnek még mond valamit talán, meg akik foglalkoztak az analóg technikával, 6x6-os filmre dolgoztunk, 6x6-os formátum fényképezőgépekkel. Diplomaosztom után kaptam meg az első kisfilmes, tehát 24x36-os kockára dolgozó filmeket, és 2003-ig dolgoztunk hagyományos filmtekercsekre. Az első 13-14 évben fekete-fehérre, és akkor a 90-es évek végén elkezdett színes egyre Dunántúli Napló, először csak a címlap és a sportoldal, aztán utána a verső oldalak, hát akkor kezdtünk színesre dolgozni, és 2003-tól teljesen digitálisan. Tehát végig lehet követni a képeken a technikának a fejlődését. Mindig szívesen dolgozott fiatalokkal, segítette a munkájukat, főleg az elmúlt 5-6 évben volt ez így. Nagyon sokat jelentett az, hogy mi a 2016-ban visszamentünk egy belvárosi szerkesztőségbe, sokkal kényelmesebb körülmények között tudtam csinálni a munkámat, sokkal több helyre el tudtam vinni a fiatal kollégákat. Nem kimondott a fotóriporterre gondolok, hanem az újságíró kollégáknak is nagyon sok kapcsolatot át tudtam adni, nagyon sok embernek be tudtam mutatni a kollégákat. Megvan az utódom, 2 éve most már, hogy gyakornokként dolgozott mellettem, és pont ma került ugye nekem ma az utolsó munkanapom, neki október 1-el az első hivatalos munkanapja, úgyhogy most már ma át is adtam a dolgokat. Laufer László mindig is ezt szerette volna hivatásának. Neki ez nagyon bejött. Munkája a hobbija, hobbija a munkája, szívesen megy el bárhova. A legfrissebb hír pedig most következik. Érdekes sztori, reggel leparkoltam az autómmal, ment két tűzoltóautó, 6-os úton kelet felé, ment két mentőautó közvetlenül utánuk. Akkor eszembe jutott, hogy hoppá, hát én nekem már fényképezőgépem sincs, széges fényképezőgépem sincs, átadtam a kolléganőnek, és akkor mindjárt hívtam a kolléganőt, hogy ha gondolod, akkor menjék ki, aztán kiderült, hogy Istvánaknál volt egy téves riasztásos gázrobbanás.
Szeretett fotóriporter lenni, szinte mindenevő volt, azonban mégis vannak témák, amelyek a szívéhez nőttek. Minden szerettem fotózni, tehát én minden feladatra úgy mentem, hogy jót kéne kihozni belőle. Nagyon jó dolog volt fotózni a Baranyi Roma falvakban. Tehát oda mindig segítséggel kellett menni, mindig egy olyan emberre kellett kimenni, akit a helyiek elfogadnak, de nagyon jó anyagokat lehet csinálni. Egy másik beszélgetésben szerintem mi vetítettünk ilyen valahol Komló melletti faluban készült a roma gyerekekről képeket, szerintem mi azokat néztük, akik rettentő szegénységben voltak, és mégis rettentő boldogok voltak. Itt most nem láttam kirakva ezt az anyagot, de ugyanígy volt Alsó-Szentmártonnal, vagy Gyilvánfával, nagyon, nagyon jó volt ezeken a helyeken fotóriporternek lenni, nagyon szép anyagokat lehetett csinálni. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ide olyan képeket raktunk ki, amiből ha nem is pont az, amit falra került, de a sorozatból biztos, hogy került a nyomtatott lapba. Tehát ugye most már könnyen, vagy legalábbis a fiatalok könnyen vannak, tehát nem csak a nyomtatott lap van, hanem csinálnak rengeteg képet, és akkor megy ki az online felületre. Azért a nyomtatott lapba ott háromszor jobban meg kellett gondolnod, hogy mit teszel. És nagyon meg kellett csinálni, hogy mehessen meg, és jól nézzen ki, és jól legyen. Mint mondja, szívesen beszél a jövőben képeiről, múltjáról, várja az élet további lehetőségeit. Amit tudok, hogy én az archívumot nagyon fogom tovább csinálni, remélem, hogy lesznek megkereséseim, nagyon szívesen elmegyek bárhova, vetítek, nagyon-nagyon sok vetítésem is volt az idejében, a részben a Mecseki Fotóklubba, akkor az egyetemnek a Senior Akadémián is nosztalgiáztunk egy ilyen jó ízű, tehát remélem, hogy ezek folytatódnak. A Laufer 65/43 kiállítás megtekinthető a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház galériájában október 22-éig. Idősek világnapja alkalmából ünnepi műsorral készült a Város Akkodály Központba Pécsen. Szeptember 30-án és október 1-én is két előadás várta az időseket, mindkét napon színes műsorral köszöntötték őket. Ismert és kiváló dallamok csendültek fel. A 20 éves egész a világ, az úton még kalocskák, nem elég nagy korosztály, a réten hírig ez elszáll, a világ, nem csak a Pécsváros Mazsorett együttese és tánckara még az ünnepi koncertet megelőzve egy hangulatos bemutatót tartott a közönségnek a Kodály Központ előtti szabadtérben. Pécs polgármestere Péterfi Attila videóüzenetben mondta el köszöntőjét az Idősek Világnapja alkalmából, ezt már bent a hangversenyteremben. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves pécsi szépkorúak! Örömmel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi koncertünkön. Újra együtt ünnepelhetjük Pécs közösségének bölcs és tapasztalt tagjait. Ahogy Rousseau mondta, az életkora nem a fizikai erőnk nő, hanem a lélek ereje. Az öregség a lélek aranykora. Ezek a szavak hűen tükrözik azt a belső gazdagságot és erőt, amit Önök sugároznak felénk nap mint nap. Az évek során szerzett tudás, szeretet és tapasztalat nem csak az Önök életét teszi teljesebbé, hanem teljes közösségünket formálja és tanítja. Olyan szilárd alapot képviselnek, amelyre mindannyian építhetünk. Pécsváros közössége büszke lehet arra, hogy gondoskodással és tisztelettel fordul idősebb polgárai felé. Legyen szó a mindennapokat segítő gesztusról, az önzetnek közösségi munkáról, vagy olyan ünnepi pillanatokról, mint éppen ez a mai. Tavaly fogadtuk el Pécs átfogó idősügyi koncepcióját, mely a szépkorok életminőségének javítását célozza. Az idősügyi tanács kérése alapján időseknek szervezett rendezvényekre írtunk ki pályázatot. Az első ilyen programok már elindultak, és reményeink szerint tovább gazdagítják városunk idős polgárainak mindennapjait. Ezen a különleges napon Önöket ünnepeljük, és Önöket szeretnénk megajándékozni egy csodálatos, lélekmelegető koncerttel, ami reményeink szerint örömet és mosolyt hoz a szívükbe. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, jó szórakozást kívánok mindenkinek!
Évek óta részt vesz a Liszt Ferenc Zeneiskola az idősek napi ünnepségen. Pécs polgármestere kérte fel a zenei művészeti neveléssel foglalkozó intézményt a szereplésre, mondta Verle Marietta igazgatóhelyettes. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy vannak tehetséges növendékeink, akik alkalmasak arra, hogy kiálljanak színpadra, vannak tehetséges nagyszerű kollégáink, akik foglalkoznak a gyerekekkel, de nem csak erről van szó, hanem azt gondolom, hogy az idősek, azok egy különleges kapcsolatban vannak a gyerekekkel, oda és vissza. Fontos, hogy egyrészt mi, akik fiatalabbak vagyunk, kifejezzük a hálánkat az idősek felé, és az időseknek pedig azért ő talán megmelengetjük kicsit a szívüket, hiszen valahol az unokáikat látják a gyerekekben, mikor oda a színpadra állnak. És mindenképpen azt gondolom, hogy minden kollégám is, a gyerekek is, itt az iskola vezetésünk is nagyon pozitívan áll ehhez a rendezvényhez. És pláne ugye, hogy a világnap az egybeesik a zenevilágnapjával, így kettős az ünneplés, hiszen zenével állnak a gyerekek színpadra, és mindig nagy örömmel szerepelnek ezeken az alkalmakon. Ugye 4 koncert van, koncertenként 2 koncerten 4, és a másik 2-n pedig 5 produkció áll színpadra. Most idén fafúvós hangszerekkel többfélével is készültünk, azon kívül marimba produkció, gordonka, magánének, ezek mind megjelennek itt a repertoárunkban. A zongorát nem tudom, említettem el, de pedig abból több produkció is van, úgyhogy elég színes a palettánk, amivel tudtunk készülni. A fellépő együttesek közül Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója elmondta, évek óta hangsúlyt fektetnek az idősek világnapi megemlékezésre. A tiszteletadás számukra is nagyon fontos. Pécs egy olyan csodálatos hangversenyteremmel gazdagodhatott 14 évvel ezelőtt, amely mindannyiunk közös eredménye, az időseké is, akik életpályájukkal a Pécs és régióban végzett szakmai tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az a város az legyen, aminek ma ismerjük és szeretjük, és amelynek ilyen gazdag kultúrális élete lehet, magától értetődő, hogy hívjuk őket, és mi is nagy szeretettel köszöntjük őket, és próbálunk visszaadni valamit abból, amit tőlük kaptuk. Az ünnep mindkét napján, szeptember 30-án és október 1-én is 11 és 14 órakor felcsendültek ismert és kiváló dallamok. További fellépők voltak a Pécsi Nemzeti Színház művészei, Vermes Tímea és Bergovesz Dávid. Az idősek világnapi ünnepi műsort Pécs megyeiváros önkormányzata szervezte. Végül pedig nézzük, milyen programokban vehetünk részt a következő napokban. Az idei Gesztenyeliget Fesztivál október 4-én és 5-én várja a kikapcsolódni vágyókat a Pécsbányai Közösségi Házban és annak udvarán. Pénteken művészeti felvezető délután lesz, szombaton családi napra invitál a fesztivál. Játszókert avató, táncművészet, PMD koncert és számos kísérő program szórakoztatja majd az egybegyűlteket. Nézzük, mit kínál a Zsolnai Kulturális Negyed. Egy bevezető séta után akvarelfestő workshopra invitálják az érdeklődőket, ahol elkészíthetik saját festményüket. Az eszközöket és a szakmai segítséget a szervezők biztosítják. Megtanítják az érdeklődőket az akvarelfestés technikájára. A foglalkozás végén hazavihető a festmény. Még mindig a Szombatnál tartunk, és szintén a Zsolnai negyedben, de már az E78-as teremben a Kiflihajó zenekar csap a Húrokba 16 órakor. A Kiflihajó játékos, interaktív zenés műsorát a karakteres énekhang és a gyerekbarát furulya szólamok jellemzik. Színház. A Vízkereszt vagy, amit forgattok. Ez a címe a Pécsi Nemzeti Színház idei egyik új produkciójának. Október 4-én és 5-én látható a darab, amelyet William Shakespeare majdnem azonos című színművének felhasználásával Vinnai András és Nagy Péter István írtak. Az előadást 18 éven felülieknek ajánlják. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!